Még amik epércsi felhők is hullattak néhány búcsúkönycseppet a Hunyadi János Általános Iskola végzős diákjainak balagási ünnepéjén, de igazi eső nem zavarta meg a rendezvény méltóságát. A nyolcadikosok régi hagyomány szerint még egyszer végigjárták az ismerős termeket, majd osztályfőnökük vezetésével az udvarra vonultak. Ballagókat, hozzátartozóikat és a megjelenteket előbb Anikó néni, Csengeri Miklósné, majd Tímár Zoltán, településünk polgármestere, végül Fejérné Juhász Mónika igazgatóasszony köszöntötte. Kedves kollégáim, kedves szülők, kedves vendégeink! A 2013-14-es tanév ballagása és tanévzáró ünnepsége alkalmából tisztelettel köszöntöm Tímár Zoltán polgármester urat, Fejérné Juhász Mónika igazgatóasszony, iskolán pedagógusait, valamint tanulóit, a megjelent szülőket és vendégeket. Kérem, mint minden ünnepségünk nyitányaként, énekeljük el közösen a magyar himnuszt. Isten áld meg a magyar, jó kedvel bőséggel. Nyújts feléje védőkat, ha következik. Nyolcadik osztályosaink részéről Dankó Lajos, Besenyei Kruzsina, Sajtos Bettina fogja átadni a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola zászlaját. A hetedik osztályosok részéről pedig Hekler Norbert, Rajna Eszter, Tőzsér Gabriella fogják átadni. A nyolcadikosok nevében a zászlót átadjuk. Őrizzétek becsülettel. A hetedik osztályosok nevében a zászlót átveszünk és megőrizzük becsülettel. Köszönöm szépen. És ünnepségünket köszönti Tímár Zoltán polgármester úr. Megkérem, hogy fáradjon a mikrofonhoz. Nagy tisztelettel és még nagyobb szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat,
ezen az igen-igen szép napon. Hiszünk benne, hogy nem fogja elmosni az eső, csak egy kicsit lehűti a levegőt, amelyre az elmúlt napokban igen-igen felmelegedett. Nagy nap ez, hiszen az általános iskolának két olyan osztály van minden esztendőben, akiknek a legnagyobb a dolguk és a legtöbb dolguk van. A kicsi elsősöknek, akik kezdik az óvoda után az évet, és a ballagó nyolcadikosoknak, akik kilépnek az iskola falai közül a betűs, a nagybetűs életbe, és kezdik egy új szakaszát a saját életüknek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves gyerekek! Ady Endre sorait hoznám ide. Június volt, és hittük, örömünk van. Mert véget ért az iskola, és reményeink szerint egy szebb jövő jön, egy boldogabb. Úgy hiszem mindannyiunknak, amikor az évzáró közeledik, a legszebb szó, ha gyerekekre gondolunk, és a gyermek éveinkre nem más, mint a vakáció. Ím hát elérkezett. Egy dolgos, munkás, hétköznapokkal teli esztendő mögött vagyunk, amely úgy hiszem a nem sokára kiosztásra kerülő bizonyítványok tükrözni fogják azt a sok-sok munkát, amelyet a gyermekeink ebbe az esztendőbe belefektettek a tanulmányaikba. Én köszönöm szépen a pedagógusoknak a munkáját, hiszen két komoly feladatuk van. Átadni a tudást a gyermekeinknek, és nevelni. Önmagában csak azzal is, ha már jó példát mutatnak a gyerekeinknek. Köszönöm azoknak a technikai dolgozóknak, akik az intézmény életét segítették, hiszen, mint tudják, az általános iskolát az állam átvette, és mi, az önkormányzat mindössze mindenféle technikai segítséget adunk hozzá. Fűtünk, világítunk, takarítunk. Köszönöm szépen a szülőknek, a szülői munkaközösségben elvégzett munkáját, amelyet segítették ebben az esztendőben is az iskolát, hogy minél teljesebben tudjon működni. És kedves gyerekek, nektek is köszönöm a munkátokat. Én hiszem, hogy a nyáron mindannyian fel tudtok töltődni, le tud ülepedni az a sok tudás, amelyet magatokba szívtatok ebben az esztendőben, és megújulva, megújult energiával tudtok kezdeni szeptemberben, hogy újabb tudásokat szerezzetek magatoknak. Kedves ballagó diákok, egyetlen fontos gondolatot szeretnék csak megosztani veletek. Ez pedig az, hogy merjetek álmodni. Merjetek nagyot álmodni, és legyetek hűk az álmaitokhoz. Bízzatok magatokban, hogy az álmaitokat meg tudjátok valósítani. Van azonban rossz hírem is. Kilépve a falak közül sok kudarc is vár majd rátok. De a kudarcok mindig csak megerősítenek bennünket, mert bárha az ember térdre is rogy, de megújult elővel újból és újból feláll. És bízzatok magatokban, és higgyétek el, hogy az álmok, amelyeket kitűztetek magatok elé, meg tudnak valósulni. Mert ha megvalósulnak, hihetetlen örömet fog majd ez számotokra okozni. Én hiszek benne, hogy minden ballagó diákunk meg tudja valósítani az álmát, mert megfelelő muníciót kapott innen, a Mikepércsi Általános Iskolából, a Hunyadiból. Bár már nem lesznek hunyadisok, de bízok benne, hogy a gondviselő Jóisten kísérni fogja az utatokat végig az életeteken. Egyet kérek csak, ne felejtjétek el a Hunyadi Általános Iskolát, és ne felejtjétek el Mikepércset. Köszönöm szépen! Köszönöm, polgármester úr, útravaló gondolatait. Megkérem, igazgatóasszonyt köszöntse a ballagókat és a vendégeket. Kedves ballagó diákok, kedves ünneplők! Szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent ezen a szép ünnepen. Kedves Besenyei Fruzsina, Borók Dóra, Budai Bence, Dankó Lajos, Fekete László, Garai Roland, Gyöngyösi Katalin, Kis Ramon, Kovács Attila, Medvés Bianka, Nagy Alexandra, Olá Mihály, Pázmándi Balázs, Sági Szabolcs, Sajtos Bettina, Szabó István, Szabó Rihárd, Szabó Sugárka Kata, Szilágyi Levente. Ünnep ez a mai nap. Meghatódottak vagyunk. Nehéz belegondolni abba, hogy az a 8 év, amit az iskola falai között töltöttetek, hirtelen véget ér. Annyi minden történt a 8 év alatt, jó felidézni az első napokat,
amikor elsősként megilletődötten ültetek a tanévnyitón, majd ismerkedtetek az ABC betűivel, Gulyás Erzsébet tanítónénivel, ismerkedtetek a számorás rejtelmeivel, Csengerini Anikó nénivel, küzdöttetek a házi feladatokkal, Kimásné Ancsa nénivel. Majd a további években sok-sok újabb ismeretet kaptatok a felső tagozaton, ahol Pálinkásné Jutka néni volt az osztályfőnökötök. Az eltöltött évek alatt sok minden változott. Mi nem változott? Az aggodalom, gondoskodás, amit a jövőtök iránt érzünk. Ezeket az éveket nem lehet kitörölni, valamilyen nyomot hagy mindenkiben, bennünk is. Nem fogunk, nem is akarunk elfelejteni benneteket. Kollégáimmal együtt örültünk minden sikereteknek, apró örömötöknek, átéreztük a kudarc okozta fájdalmat, bánatot. Igyekeztünk felkészíteni benneteket a továbbtanulásra, mi több az élethosszig tartó tanulásra. Kit jobban, kit kevésbé jól sikerült. Kinek könnyebb, kinek nehezebb lesz a folytatás. Annak örülünk, hogy valamennyien tovább tanultok. Hárman gimnáziumban, 11-en szakközépiskolában és 5-en szakmunkásképzőben folytathatjátok tanulmányaitokat. Bízom benne, hogy mindannyian kitartással és szorgalommal tanultok majd az általatok választott intézményben, és remélem, hogy sok jót hallunk még felőletek. Kedves ballagó diákok! Gondoljatok néhány pillanatig azokra, akik segítettek, biztattak, bátorítottak benneteket az elmúlt évek során. Elsősorban szüleitekre, családotokra gondolok. Köszönettel tartozunk nekik mi is, hogy velünk együtt tudtak munkálkodni, nevelgetni, formálgatni titeket. Azt gondolom, hogy kevesebb szebb ajándék lehet egy családnak, mint látni, felnőni gyermekét, látni azt, hogy eljutott valahová, és tudni azt, hogy mindaz a sok szeretet, szigorúság, odaadás nem volt hiába való, megérte. Vajon az itt eltöltött évek alatt megkaptátok a választ a kérdéseitekre? Vajon valóra váltak reményeitek, melyekkel érkeztetek annak idején? A válasz bizonyára mindenki meg tudja adni önmagának. Azt mondják, hogy az emlék, a tudás, a megszerzett tapasztalat az ember kincse, kiváltsága és megkülönböztető jegye. És ennek a kisebbik részét alkotja az, amit a múltból sikernek tartunk, amire büszkék lehetünk. A nagyobbik része a tévedések emléke, ami lehetővé teszi, hogy ugyanazt a hibát ne kövessük el újra és újra. Mi más kívánhatnék most nektek, mint az, hogy a sikereitek gyűjteménye számosabb legyen a tévedéseknél, hogy sokkal több mindenre gondolhassatok vissza a büszkeség, mint az okulás miatt. Kívánom nektek, hogy az itt eltöltött évek, az iskola falai között megszerzett tudás, az élmények sokasága, a tanáraitok embersége, szeretete, elegendő értető erőt adjon nektek a mindennapok helytállásához, küzdelmeihez. Azt kívánom nektek, hogy ne csak kitűnő, de hasznos emberekké is váljatok. Mert egy közösség a társadalom számára fontos, hogy sokan legyenek, akik a saját életükben sikeresek, de ennél még fontosabb, hogy még többen legyenek azok, akik hasznosak is tudnak lenni. Ez nagy feladat, nem is megy egy csapásra. Kemény Zsigmond szavait idézve, kitűnővé egy szerencsés perc alatt is válhatunk. Hasznos emberré a fáradtságos évek tesznek. Az első fáradtságos éveken már túl vagytok. A célhoz éréshez azonban arra lesz szükségetek, hogy ne csak a szemetekkel lássatok és az eszetekkel gondolkodjatok, de a szívetekkel is, hogy észrevegyétek az életben a jót, és meg tudjátok különböztetni a rossztól. Búcsúzom most tőletek, és életetek e soron következő szakaszához nagyon sok erőt, jó egészséget, boldogságot kívánok nektek. Kölcsei Ferenc szavaival köszönök el tőletek. Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek ekkor köttetnek, nem szakadnak el örökké. Mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem a barátainkban leltük fel az egész világot. Jó utat, sok sikert kívánok!
köszönöm szépen Mónika néni köszöntő gondolatait. És ezek után egy műsorblokk következik. Műsorunk elején hallgassák meg Kis Ramon a Tanítás utolsó napján című búcsúzó versét, majd a ballagó diákok köszönetüket fejezik ki szüleiknek. Ezt követi Reményik Sándor Mi mindig búcsúzunk című verse Pázmándi Balázs előadásában. A hetedik osztályosok búcsúztató szövegét Győrösi Cintia mondja el. Mi elmegyünk. Nekünk már vakáció nem lesz. Kilépünk az iskolán kapuin, tovarogok, mint gyors vonat az éjbe. Mi csak sejtjük, milyen kint anyátáj. Megszerzett tudáson podgyászként cipeljük tovább. Nagy szükségünk lesz rá, mert haladni muszáj. Emlékeink is halványodnak majdan, mint ahogy az ablakra pára száll, az iskolán kapuin kilépve megmarad mi bennünk egy örök hiány. A búcsú mindig veszteségeket ébreszt. Elválunk egymástól, mint a vonat állomástól. Gyertek tehát, vigadjunk, igyunk meg hát utoljára egy végső áldomást. Poharainkat emeljük jövőnkre, s hogy ne felejtsük el egymást soha. Csillag, mely mutatja utunkat az éjbe, olyan legyen számunkra ez az iskola. Mondom nektek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este, a szénektől, a szürke por belőtte. A csöndtől, mikor hang zavarta fel, a hangtól, mikor csendbe halkul el. Minden szótól, amit kimond a szánk, minden mosolytól, mely sugárzott ránk. Minden sebtől, mely fájt és égetett, minden képtől, mely belénk mélyedett. Az álmainktól, mik nem teljesültek. A lángjainktól, mik lassan kihűltek. A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk. A kemény rögtől, mint megállt a lábunk. Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz. Mert minden csönd más, minden könyv, vigasz. Elfut a perc, az örök idő várja. Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána. Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj, hidegen vagy az elhagyott táj. Hogy eltemettük, róla nem tudunk. És mégis mondom néktek, valamitől mi
mindig búcsúzunk. Kedves ballagó nyolcadikosok! 8 évet töltöttek el ebben az iskolában. Eljött az idő, hogy tovább lépjetek, hogy más helyen próbáljátok ki magatokat. Talán szomorúság fog el benneteket, ha arra gondoltok, hogy eljött a búcsúzás ideje. Búcsúztok tanáraitoktól, az iskola dolgozóitól, tőlünk, iskolatársaitoktól és a tantermektől. Az elmúlt években megismertetek mindent. Tisztában vagytok vele, melyik tanteremben melyik szék billeg, hol lehet észrevétlenül puskázni. Bárhova is sodorjan el benneteket az élet, egy részetek mindig ide fog tartozni. Az első fáradtságos éveken már túl vagytok. A célhoz éléshez azonban arra lesz szükségetek, hogy ne csak a szemetekkel lássatok és az eszetekkel gondolkodjatok, de a szívetekkel is. Jusson eszetekbe, hogy a torkotokban dobodott a szívetek egy-egy jelentős dolgozatírásában. Emlékezzetek az osztálykirándulások hangulatára, a farsangi vagy egyéb bulikra. Megtanultátok, hogyan kell kitartóan küzdeni a kitűzött célok eléréséért. Kívánjuk, hogy mindent, amit el szeretnétek érni, sikerüljen. Adi Endre soraival búcsúzunk. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek. Csak álom volt a szép diákvilág. S mint a fecske az alkonyati szélben, ma szárnyat bont egy sereg diák. Jutalmak, díjak átadása következik. Megkérem Fejjedi Juhász Mónika intézményvezető asszonyt, hogy legyen szíves a Hunyadi díjat és az egyéb okleveleket, díjakat átadni. A díjazást a Hunyadi díjjal kezdenénk. Az idei felsős Hunyadi díj díjazottjáról így írt osztályfőnöke. Ebben a tanévben a 8. osztályosok közül a szorgalmával, kedvességével és segítőkészségével is kitűnő tanuló kapja a Hunyadi díjat, akire az alábbi jellemzés illik. A házi szavalóversenyek állandó résztvevője, a helyesíró versenyek megyei fordulójára is többször eljutott, a megyei német nyelvi versenyek és vetélkedők eredményes szereplője. 8 éven át volt az osztálya kiemelkedő tanulója, jelesnél rosszabb bizonyítványa nem volt. Számára a tanulás és a tudás fontos dolog, érték. Rendszerességére, órai aktív munkájára mindig lehetett számítani. Írásbeli felvételi eredménye kimagasló lett. A felnőttekkel, tanáraival szemben tisztelettudó. Osztályában véleményének tekintélye van, népszerű, közösségformáló szerepe jelentős. Kisiskolás kora óta részt vesz a néptáncsoport munkájában, sok-sok fellépéssel láthattuk táncolni. De láthattuk a nemzeti ünnepeink alkalmából készített műsorok szereplőjeként is. Ő, Besenyei Fruzsina, ő kapja az idei díjat. Folytatódik a ballagási műsorblokk. A 8. osztályosok nevében a búcsú beszédet Borog Dóra előadásában hallhatjuk meg. Végül Fekete László ballagás című szavalata hangzik majd el. Kedves tanáraink, diáktársaink, búcsúzunk. Emlékezetes és felejthetetlen 8 évet éltünk meg ezzel az osztállyal. Mint mindenhol, itt is voltak veszekedések, kisebb összezörrenések, alakultak igaz barátságok, sőt, az utóbbi időben már szövődtek szép románcok. Soha nem fogjuk egymás se, sem az itt eltöltött közös időt elfelejteni. A mi osztályunk mindig okozott a tanároknak meglepetéseket, hol a tanórák előtti felfordulással, vagy a felszabadult hangos kacagással egy-egy jó poén hallatán. Hol a házi feladat tömeges megírásával. Persze az országos vagy megyei versenyeken kiemelkedő eredményeket is szereztünk, legyen az matematika, idegen nyelv, vers és prózamondó verseny,
vagy ökoverseny. Nagyon jól összekovácsolódtunk, szinte testvérekként tekintünk egymásra. Megtanultunk egy csapatként működni, ezért nyertünk Mikulás kupát, vagy lettünk elsők a hulladékgyűjtésen. A tanárok nagyon sok jót mondtak az osztályunkról, szerettek is minket. Persze, mi is megtanultuk itt, mivel tudunk levenni a lábáról. Mindenkiben megmarad a rengeteg közös emlék, az iskolai programok, suli bulik és a szünetbeli játékok hangulata. Év vége felé már untuk, ahogy noszogtattak minket a tanárok, tanuljunk, tanuljunk, de beláttuk, hogy okkal tették. Pár év múlva, amikor visszagondolunk erre az osztályra, eszünkbe fog jutni az is, hogy volt néhány óra, amelyeken már szinte kiüldöztük a tanárokat, addig próbálgattuk erőinket, lehetőségeinket. Sajnos el kell búcsúznunk tanárainktól, akiknek sokat köszönhetünk. Tudást és emberséget. Mindnyájunknak kívánunk jövőre jó osztályokat, hisz szeptemberben újra becsöngetnek, de mi már nem leszünk itt. Vár ránk a középiskola. Hiszem, hogy hagytunk ennek az iskolának magunkról szép és kedves emlékeket. Eljött az idő, amire régóta vártunk. Amióta beléptünk az iskola ajtaján, csak erre a percre vártunk. Számoltuk a hónapokat, a heteket, a kínzó napokat, a hosszú órákat, a legvégső rövid perceket. Eljött a pillanat, és szabadok vagyunk. De igazán senki se boldog. Talán egy kicsit visszahúz a szívünk. Lehet, hogy egymást nem látjuk már soha. De végig kísérnek azok az emlékek, amiket nekünk adott az iskola. Csak nézzük egymást, és nem tudunk szólni. Nem tudjuk elmondani, hogy jó volt veletek, hogy nagyon fogtok hiányozni, hogy jó lenne még egyszer utoljára együtt visszaülni az üres osztályba, csak egyetlen pillanatra. Vagy egyszerűen nem mondjuk el, hogy az emlékeket, a tanárokat, a barátokat és egymást soha nem felejtjük el. De azt valahol mindenki érzi, hogy az eltöltött hosszú éveket a szívünkbe fogjuk őrizni. Mégis fájdalmas az utolsó búcsú. Nehezen, de elválunk egymástól. Mindenki vidám, és egyben szomorú. Talán még egyszer visszatérünk. De most hátat fordítva az iskolának, teli reményekkel, végleg elmegyünk. Thank you.
A végzősök szárnyra kelését szimbolizáló léggömbök tavaszáltát követően került sor a Hunyadi János Általános Iskola tanévzáró ünnepéjének eseményeire. A 2013-14-es tanév befejezésének alkalmából kérem, hallgassák meg intézményvezető asszony évértékelő tanévzáró ünnepi beszédét. Kedves szülők, kollégák, tanulóink! Itt a tanév vége. 180 tanítási nap után lezárul 251 tanuló tanulmányi éve, és az ünnepséget követően az osztályfőnökök kiosztják a mai nap legfontosabb dokumentumát, a bizonyítványt, ami a tanulók éves munkájának a mércéje. Ám jogosan merül fel a kérdés, kifejeznek-e mindent az osztályzatok? Lehet-e számszerűen mérni a tudást, az emberséget, a viselkedés kultúrát, vagy éppen az erőfeszítést? Bizony, nem felelhetünk rá egyértelműen igennel. Csak hogy az emberi élet megmérettetések sorozata. Így a mögöttünk hagyott tanévben azon dolgoztunk, hogy diákjaink belássák, eredményt elérni csak is kitartó, folyamatos munkával lehet. A hatékony tanulás elengedhetetlen feltétele a rend és a fegyelem. Tanulni érdemes. Az iskolát nem mint akadályt kell felfogni, amit le kell küzdeni, hanem az ismeretszerzést, mint lehetőséget ki kell használni. Akik ezt megértették és kitartó szorgalommal elvégezték a napi munkájukat, hangsúlyozom, kitartó szorgalommal, azok lettek a jók közül is a legjobbak, akik megérdemlik, hogy elhangozzék a nevük. Az idei tanévben elsőtől 8. évfolyamig 43-an kapnak kitűnő bizonyítványt, a felső tagozaton kiemelkedő tanulmányi eredményt 7-en értek el. Azaz 50-en vehetnek majd át jutalomkönyvet az osztályfőnöküktől. És több tanuló is oklevelet vehet majd át osztályfőnökétől jeles tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért, vagy akár kiemelkedő közösségi munkájáért. És most az alsós Hunyadi díj átadása következik, amit minden évben egy negyedikes évfolyamos tanuló kaphat meg. Aki a díjat kapja, annak jellemzését az alábbi idézettel kezdte az osztályfőnöke. Alig szól, hallgat, a szeme két tiszta ablak. Magam sem értem, ha ott ül, észrevétlen. Ha nem jön, üres az osztály. Kisebb fajta könyvet tele lehetne írni azokkal a pozitív tulajdonságokkal, amelyek jellemzik őt. Kedves, szerény, önzetlen, nem akar uralkodni mások felett, sohasem kérkedik, inkább segítőkész, barátságos, színes egyéniség, gazdag lelkivilággal, kiegyensúlyozott és tudja, mi a helyes. Eddig mindig kitűnő bizonyítvánnyal zárta a tanéveket, igazán kellemes jelenség. A 4 évből nem telt el egy sem úgy, hogy ne szerezzen dicsőséget és ne öregbítse iskolánk hírnevét megyei szintű versenyeken, legyen az versmondó, mesemondó, szépolvasó, közlekedési verseny, sőt szövegértésben is helytált, bizonyítva sok oldalúságát. Igazi kis előadó, aki ha színpadra lép, nem lehet nem odafigyelni rá. Képes olyan érzéseket előcsalogatni a hallgatóságból, ami felér egy katartikus élménnyel. Tisztelettudó felnőttekkel, gyerekekkel egyaránt. Bármikor megkérhettem, hogy segítsen gyengébb társai valamelyikének, ezt szívesen tette, soha nem kaptam elutasító választ, de még egy kedvetlen tekintetet sem. Olyan lány ő, akiről csak a büszkeség hangján tudok beszélni. Amikor kis elsősként először belépett az osztályterembe, láttam tekintetében az értelmet. Már akkor éreztem, hogy különleges emberke, de azt nem gondoltam, hogy igazi showmenné cseperedik negyedikre. Felejthetetlen élmény volt, amikor a legutóbbi farsangunkon színvonalos bűvész mutatványaival szórakoztatott bennünket, mondja ezt az osztályfőnöke. Köszönöm mindezt neked, Besenyei Virág! Ebben a tanévben is nagyon sok tanulónk indult levelező, városi vagy megyei versenyeken. Megismerték a felkészülés nehézségét, megtapasztalták a versenyzés izgalmát,
és azt, hogy a jó eredményhez a kitartó munka mellett nagy tudás és gyakran szerencse is kell. Mindenkit nem tudok most felsorolni, csak a legkiemelkedőbbeket. Azok közül is csak azokat, akik első, második, harmadik helyezést, illetve külön díjat értek el iskolánkat képviselve. De mindenkinek gratulálok, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A tanulók eredményes versenyeihez nagyban hozzájárult a pedagógusok felkészítő munkája is, melyet ezúton a tanulók nevében is megköszönök. Most következzenek a versenyeredmények. Balogné Kovács Judit tanítványai, Leki Kevin első helyezett lett, Győrösi Babett pedig külön díjat kapott a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola tankerületi idegen nyelvi szavaló versenyén. Dévényi Mihályné volt a felkészítő pedagógusa Déremesének és Fekete Lászlónak, akik külön díjat kaptak a Hajdúbagos község önkormányzata által rendezett erdélyi csillagok szavaló versenyen, és Dévényi Mihályné tanítványai Dobos Dávid harmadik, Csiha Kinga második, Szilágyi József első helyezettek lettek a nyíracsádi Szent Piroska görögkatolikus általános iskola által Vörös Sándor születésének 100. évfordulója a tiszteletére rendezett országos versíró versenyen. Gálné Almási Beáta és Delef Angéla volt a felkészítő pedagógusa Diós Eszternek, aki harmadik helyezést ért el a 7. Mikepércsi varázsolva szavaló verseny, szép olvasó versenyen. Gulyás Erzsébet tanítványa, Besenyei Virág második helyezett lett a 7. Mikepércsi varázsolva szép olvasó versenyen. Kimás Istvánné tanítványa, Kelemen Gréta első helyezést ért el a debreceni Petőfi Sándor általános iskola rajzpályázatán. Kovácsné Bíró Anna Mária tanítványa, Pálóci Beril harmadik helyezett lett a Hosszúpályi Irinyi József általános iskola tankerületi idegen nyelvi szavaló versenyén. Kovácsné Bíró Anna Mária készítette fel a debreceni Vörös Marti általános iskola, a debreceni balesetmegelőzési bizottság gyermekiskola kupa közlekedési vetélkedőre a Besenyei Barbara, Besenyei Virág, Tóth Balázs, Tollas Timea összeállítású csapatot, akik harmadik helyezést értek el. Pálinkás Antalné tanítványa, Fehér Napsugár az országos kockakobak matematikai versenyen országos 76. helyezést ért el, megyénkben a harmadik lett. Szima Gáborné tanítványai, Győrösi Szintia első helyet, Borog Dóra külön díjat szerzett a Hosszúpályi Irinyi József általános iskola tankerületi idegen nyelvi szavaló versenyen. Szima Gáborné volt a felkészítő pedagógusa Szolnoki Sándornak is, aki külön díjat kapott a debreceni Benedek Elek általános iskola Benedek Napok német nyelvi versenyén. Veszelovszkiné Albert Erzsébet tanítványa, Csekenyák Alexa külön díjat ért el a Konyári 11. égigérő fa járási mesemondó versenyen, és kiemelkedő sporteredmény is született ebben az évben. A Bozsik iskolai program Derecske körzeti bajnokságban első helyezést ért el a Balog Roland, Hegymegi István, Juhász Nándor, Komlósi Jonatán, Tóth Balázs, Tóth Péter, Tószegi Tamás összeállítású csapat. Felkészítőjük Rozsondai Tibor volt. Egy nagy tapsot kérek a versenyeredményeknek. Ezen tanulóink egy jutalompartin vehettek részt június 5-én iskolánk alapítványa a Gyermekekért Alapítvány támogatása révén. Ezen a partin elfogyaszthattak egy büszkeségeink feliratú tortát is, mely Tímár Zoltán polgármester úr felajánlása volt. Az eseményről készült fényképek megtekinthetők Mikepércs község Facebook honlapján, illetve Mikepércs község honlapján. Köszönet még egyszer a gyerekeknek és felkészítő pedagógusaiknak, hiszen ezen eredmények az iskola jó hírnevét vitték tovább. Köszönet a működtetőnknek, Mikepércs község önkormányzatának, Tímár Zoltán polgármester úrnak, hogy az iskola zökkenőmentes működéséhez a feltételeket biztosította. Köszönöm valamennyi kollégámnak a tanév során végzett munkáját, fáradozását, az önként vállalt többletfeladatokat. És kedves gyerekek, mielőtt még mindenki visszatér az osztálytermébe és kezébe veszi a bizonyítványát, meghallgatva az osztályfőnöke értékelését, szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a nyári szünet az a pihenés időszaka,
és nem a kihívásoké. Kérlek benneteket, hogy ne keveredjetek bele semmilyen veszélyes kalandba. Vigyázzatok magatokra, és mielőtt bármit csinálnátok, gondoljátok át, hogy helyesen cselekedtek-e. Még egyszer mondom, tehát mielőtt bármit csinálnátok, gondoljátok át, hogy helyesen cselekszetek-e. Na ki az, aki át fogja gondolni? Nyújtsa magasra a kezét. Na reméljük, így is lesz. Hát a nyolcadikból már kevesebben nyújtották, pedig jó példát kellene mutatni a kicsiknek. Mindenkinek tartalmas pihenést, hasznos elfoglaltságot kívánok a nyári szünetre. Ezennel a 2013-2014. Tanévet bezárom a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskolában. Éljen a vakáció! Köszönöm szépen Marika néninek a gondolatait, és ígérem, már csak nagyon rövid műsor van hátra. Az ötödik osztályosok bevállalták, hogy valami nagyon szép kis vidám jelenetet és verset fognak most nektek elmondani. Megkérem, hogy Decki József és Kis Virág fáradjanak ide a mikrofonhoz, és Mentovics Éva Vakáció című versét fogják elmondani, illetve a versmondás után pedig egy nagyon aranyos kis táncot és koreográfiát fogunk látni, melyet Szél András tanár úr tanított be. Pásti Nóra, Rácz Rita, Nagy Szilvia, Kádár Éka, Nagy Zoltán, Serbán Mihály, Kis Balázs, Molnár Dávid fognak mosolyt csalni az arcunkra. Hol csellegtél, te kis Kóbi? Késtél? Oly rég vártalak. Jól esik már elnyújtózni itt a lombos fák alatt. Nem kell tankönyv, írka, táska, pihen most a csengetés. Rengeteg a tennivaló. Felsoroljam? Nem kevés. Holnaptól már nem kezdőnek olykorán a reggelek. Ha kirúg az ágy magából, komótosan felkelek. Vár a bicaj, tollaslabda, képregény a könyvtárban. Cseresznyi és mindiófa csalogat, hogy megmásszam. Zöld pársiton hempergőzöm, pillangókat kergetek. Kifürkészek a környéken, minden ánya sejteket. Marra strandon kipirultan, sikoltozva dalolva, a vízi csúszdák ördögeként csúszanak a habóba. Jó, hogy itt vagy vakáció. Nézd, mindenki ünnepel, és tudjuk, hogy velünk nyaralsz, szeptemberig itt leszel.
a 2013-14-es tanév ballagási, valamint évzáró műsora véget ért. És most fogom megkérni majd a kedves hozzátartozókat a 8. osztály esetében, hogy majd most adják át a ballagóknak a virágokat, és megkérem majd az első A osztályt, hogy a bevonulást az osztálytermekbe ők kezdjék el. És köszönöm szépen, nagyon jó vakációt kívánok. Kedves szülőknek pedig szintén, ha szabadságra mennek, nagyon jó kikapcsolódást. Most is elmondom.